nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött a művészek, hiszen a koronavírus járvány időszakában csupán az online térben mutathatták be alkotásaikat a művészet szerelmeseinek. Az enyhítések értelmében azonban újra látogathatóak a múzeumok és galériák, amely nagy megkönnyebbülést jelent a művészvilág képviselőinek. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete Nimfa címmel tartotta évadnyitó kiállítását a Komáromi Limes Galériában. A kiállítás megnyitóra mi is ellátogattunk, tekintsék meg velünk a kiállított alkotásokat! Három alkotóművésznek a munkássága tárul elénk ezen a kiállításon. Hajnovics Márta, rimaszombati képzőművész realisztikus alkotásait, realista alkotásait láthatjuk. Csémi Olivér, építészművész portréit is láthatjuk, illetve Kopócs Tibor képzőművésznek főként a grafikai anyagát mutatjuk be, amely egy 1986-os sorozatnak a része. Igazából a realista stílus az, ami dominálja ezt a kiállítást. Hajnovics Márta kimondottan a valósághoz köti az alakjait, a valóságból inspirálódik. Ez jellemző Csémi Olivérre is, viszont ő kiemeli, hogy ezek az alkotások nem azt ábrázolják, tehát nem reprodukciói a valóságnak, ő újra gondolja, újra teremti ezeket az alkotásokat, ezeket a női alakokat, akiket ábrázol. Kopócs Tibornak a tevékenysége nagyon sokrétű, és ő egy nagyon-nagyon tapasztalt művész, technikai szempontból is egy nagyon sokrétű anyagot mutathatunk be, vannak grafikák, vannak akril festmények, ő egy kicsit elrugaszkodik főként a grafikáival a valóságtól, és elmozdul a mitológia, az irodalmi témák, vagy épp a zenei témák feldolgozása fele. Az itt bemutatott alkotások kimondottan erre a kiállításra készültek, vagy már meglévő gyűjteményből választotta ki az itt látható alkotásokat? Ezek az alkotások adottak voltak, utólag kapcsolódtam bele a kiállítás szervezésébe, és tulajdonképpen az alkotások köré kellett fölépítenem egy koncepciót, és úgy határoztam meg a témát is. Eléggé dominánsak voltak a női alakok az elküldött képzőművészeti alkotásokon, és ezért döntöttem úgy, hogy a nimfa téma fele fordulunk. Hát a saját világomat próbáltam visszaadni a megfelelő modellek. Mindig a pozitív kisugárzást keresem a képekbe, tehát igyekszek úgymond szép képeket festeni, és a magam szabadságát szeretném a képekbe visszaadni. A koronavírus járvány miatt ugye nem volt lehetősége arra, hogy a művészet szerelmeseinek megmutassa az alkotásait. Hogyan élte meg ezt az időszakot? Milyen hatással volt az ön képzőművészeti munkásságára? Hát az az igazság, hogy én építész vagyok, tehát engem a Covid annyira nem fektetett le, ugyanis ez teljesen egy ilyen kikapcsolódás a számomra a festés. Ezt hétvégeken próbáltam gyakorolni, illetve művelni. Számomra talán még inspiráló is volt ez a föltöltődés, hogy megengedhettem magamnak azt, hogy nem voltam nyomás alatt, és nyugodtabban festhettem. Nálam úgy készülnek a festmények, hogy kitalálom, mit szeretnék láttatni, mit szeretnék megjelenítetni a képen,
Én ehhez megkeresem a megfelelő modelleket, ruhákat, csinálunk egy műtermi fotózást, beállítom őket, lefotózunk, és a fotóról készül gyakorlatilag a festmény. Hogyan emlékszik vissza az alkotás folyamatára? Mi az, ami a legnagyobb hatással szokott lenni önre? Én nagyon gyakran reggel, ha bemegyek a műterembe, festek, én onnan tudom, hogy dél van, hogy hazajön a férjem és a fiam, hogy ó, már ebéd van, úgyhogy nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, és egy örömforrás is egyben. A járvány időszakában ugye nem volt alkalma megmutatni a művészet szerelmeseinek az alkotásai, csupán az online térben tudta ezeket bemutatni. Milyen hatással volt ez az időszak önre? Azt hiszem, hogy a festőművészek voltunk azok, akik legkevésbé éreztük ennek a hatását, hogy magányban is bezártság, mert a műteremben általában a festőművész egyedül van a festménye. Kiállításokra azonban nem volt lehetőség, így a visszaigazolás is hiányzott ebben az időszakban. Ez nem hiányzott? Igen, de nagyon sok festőművésszel kapcsolatban vagyunk, tehát egymás közt mi azért sokat beszélgetünk, tartjuk a kapcsolatot. Mindig egy ilyen izgalommal tölt el az embert, amikor megmutathatja a műveket. Ez mindig egy kicsit ilyen, hogy vajon hogy fogadja a közönség, fog-e tetszeni a kritikusoknak, a művészettörténészeknek, tehát ez mindig egy ilyen izgalom. Szerintem még mi festőművészek voltunk a legjobban biztonságban saját kis művészi világunkban. Örülök. Én magam is, meg a kollégáim is, a Hajnovics Márta is, meg a Csémi Olivér is örömmel vettük ezt a lehetőséget, hogy most már szabadon, és úgy veszem észre, hogy a jelenlévő közönség is fölszabadultan jött. Ez egy örömünnep. Az ön által kiállított alkotásoknak milyen jellemzői vannak? Milyen stílus dominál? Hát a stílus az elég vegyes. A túlrajztól kezdve a grafikai technikák, címkarc, linómetszet, és ráadásul még néhány festményem is van itt, akrillal készült, de a tematikája úgy összefogja a képeket. Úgyhogy ez ilyen vegyes. Megjegyzem, hogy a nimfa szót a kurátorunk találta ki, és nagyon örültem ennek, mert ez a szó ugyan görög eredetű nimfák, másod istenek, tehát a természet alkotói, vagy a természet ellenőrzői a mitológia szerint. A képeimen a nők úgymond dominálnak, ez egy véletlennek a válogatása, és ebből adódóan úgy tűnik, hogy a nő van most a képek által itt prezentálva, nagyon megtisztelve. Én ennek örülök, mert hát mégiscsak akár bevalljuk, akár nem, a nő az életünknek a széppé tevője. Nagy tisztelet vagyok irán, anyámtól kezdve mindenkit nagyon szeretek, tisztelek is, úgyhogy én ennek örülök, hogy ilyen hatása lehetett a kiállítási képeknek.